Most két olyan rajtszerkesztő utasításról szeretnék beszélni, amely nélkül tulajdonképpen nem lehet hatékonyan dolgozni az AutoCAD-be. Igaz, többször mondtam már ezt, de a most következendő két parancsot valóban ismerni kell, hogy hatékonyan és gyorsan tudjunk dolgozni az AutoCAD-ben. Ez a két rajzszerkesztő utasítás pedig nem más, mint a MET és az ELÉR funkció. Kezdjük talán a látványosabbal, a metszés funkcióval. Hozzunk létre egy kör rajzelemet és egy egyenest. A feladat az, hogy leszeretném vágni a körnek ezt a részét, ugye ez a vonal rajzelem fogja határolni azt a vágó ért, ami mentén le tudom vágni ezt az ív darabot. Tehát az egyenes lesz a vágó ér, és majd eldöntöm, hogy az egyenes melyik felére eső ív darabot szeretném lemetszeni, levágni. Adjuk ki az ME, azaz a metsz utasítást. A metszésnél először meg kell adni azokat a rajzelemeket, amelyek mentén vágunk. Ebben az esetben ez az egyenes lesz a vágóél. Több elemet is ki lehet jelölni. Ütünk egy entert, majd meg kell mondani az AutoCAD-nek, hogy melyik felét szeretnénk levágni a körnek. Most ezt a felét szeretnénk, klikkeljünk rá, és szépen eltávolította a kör egyik részét az egyenes mentén. Ha most ütünk egy entert, akkor a parancs futása befejeződik. Ha még egyszer ütünk egy entert, akkor a metszés utasítást újra ki fogja adni az AutoCAD. Most legyen maga a vágóél a megmaradt körív. A kijelölést fejezzük be az enterrel, és most vágjuk le az egyenesnek ezt a részét, klikkeljünk rá, ide, majd innentől ezt a végét, klikkeljünk rá mondjuk ide, szépen eltávolítja az AutoCAD, és a szerkesztést be tudjuk fejezni az Enter lezárásával. Röviden próbáltam összefoglalni a metszés működését, remélem szemléletes volt a példa. Ki kell próbálni, rá kell hangolódni a logikájára, nagyon egyszerű egyébként, és szépen lehet dolgozni vele. Most egy körcikket fogunk kivágni a körből. ME, megadom mind a két egyenest, mint vágóélet. Ugye az egyik egyenesnek itt van metszéspontja a körívvel, a másik egyenesnek itt van metszéspontja, és a két metszéspont közötti szakaszt tudom kivágni, vagy a két metszésponton kívül eső szakaszt tudom kivágni. A kijelölés után kell megmondani, hogy melyiket szeretnénk. Most ezt a részt szeretném, tehát ide klikkelek, kitöri ezt a ív darabot a körből az AutoCAD. Enterrel lezárom a kijelölést, újra kiadom a metszés parancsot, most a magát a körívet fogom, megint megmondhatom, hogy a metszésponttól jobbra vagy balra lévő szakasz szeretném levágni. Ide klikkelek, levágta az AutoCAD, ide klikkelek, levágta az AutoCAD, és szépen megint egy körcikket ki tudtunk vágni a körrajzelemből a metszés utasítással. Amit még itt a metszése kapcsolatban megmutatnék, hogy föl is lehet fűzni a metszendő objektumokat, rajzolok így három kört, például így látszik, belemegyünk a metszésbe, kiválasszuk mind a három rajzelemet, Enter, majd felfűzzük, és azokat a részeket, amelyeket ez az egyenesünk elmetsz, ugye ez egy felfűző egyenes, tehát fölfűzi a rajzelemeknek a részét, így mi, a balegér gombbal fogjuk befejezni a felfűzést, kiválasztottam, Enter, és kivágta az adott részeket, ilyen látványos rajzelemeket tudunk gyorsan elkészíteni a segítségével. Ennek a parancsnak van egy párja, és ez nem más, mint az elérés.
Itt arról van szó, hogy van egy egyenesünk, és van egy másik egyenes. Azt szeretnénk, hogy az egyenesünk érje el ezt a fönti egyenest. De pontosan egy pontban csatlakozzanak, ne lógjon túl, ne legyen rövid, tehát pontosan az egyenesen legyen rajta az előző egyenesünknek a végpontja. Tehát meg kell hosszabbítani, és ezt a delta hosszabbítást kell kiszámítani az AutoCAD-nek. Az elérés utasítás az EL rövidítéssel érhető el. Üssünk egy Entert, miután begépeltük a parancsolba. Majd most nem a vágóélet, hanem az elérendő objektumot kell megadni. Kijelölöm ezt az egyenest. A kijelölést itt is Enterrel fogom lezárni. Majd most rá kell klikkelnem arra az objektumra, amit meg szeretnék hosszabbítani az elérendő objektumig. Ráklikkelek az egyenesre, és szépen összehozza a végpontokat egy közös pontba a modelltérbe. Ez az elérés utasításnak a lényege. Természetesen az nagyon fontos, hogy legyen valóban közös metszéspontjuk, hiszen ha nincsen, lehet látni, hogy ugye a két egyenesnek nincsen közös pontja, akkor itt az elérendő objektum, itt pedig, amit meg szeretnék hosszabbítani, de nem működik, hiszen nincsen közös pontjuk a modelltérben, tehát ez egy fontos kritérium. Az az igazság, hogy az elérés és a metszés objektum parancsok, tehát rajzszerkesztő utasítások, igazándiból egy parancs. A két funkció között a shift billentyűvel lehet váltani. Tehát ide áthelyezem vissza ezt az egyenest, begépelem, és most figyeljük a parancsot, hogy valóban nem csalok, az elérés funkciót. Megadom az elérendő objektumot, a kijelölést lezárom az Enterrel, és most, ha ráklikkelek, ugye azt várnám, hogy elérné ezt a rajzelemet az eredeti egyenesen. És ez pontosan így is fog történni. Jó? Most meghosszabbítom ezt a rajzelemet, jó? És megint csak kiadom az elérés utasítást. Elér. Kijelölöm az elérendő objektumot, Enter, és lenyomom a Shift billentyűt. Tehát az elérésbe vagyok, kiadom mondjuk véletlenül a metszés helyett az elérést, lenyomom a Shift-et, és így ráklikkelek erre az egyenes része, és szépen levágta. Tehát az elérést adtam meg, de a Shift billentyűvel a metszés módba át tudtam ugorni. Itt lehet látni a parancsolban, hogy valóban ebbe voltam. Jó, most visszahúzom, és begépelem a parancsolba azt, hogy metszés. Kiválasztom a metszendő objektumot, kijelölést lezárom az Enterrel. Ugye a két egyenesnek nincs közös metszéspontja. Ó, megint rossz parancsot gépeltem be. Shift-tel átváltok elérés módba, majd ráklikkelek az egyenesre, és szépen elérte. Tehát az elérés meg a metszés parancs azok nagyon közel állnak egymáshoz. A Shift billentyűvel lehet az egyik üzemmódból átmenni a másikba. Ezt a két funkciót mindenképpen készségszinten el kell sajátítanunk, hogy magabiztosan és gyorsan tudjunk szerkesztéseket végrehajtani az AutoCAD-be, mert a legtöbb esetben szerkesztő egyenesekkel dolgozunk, amelyekből a metszés parancsa levágjuk a felesleget, vagy éppen az eléréssel hozzuk közös metszéspontba a geometriai elemeket.